Jó napot kívánok, műsorunk vendége Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke. Nos, a hétvégén, egészen pontosan vasárnap helyi közösségi választások lesznek Szabadkán. Miért tartja fontosnak, hogy minél többen részt vegyenek a helyi közösségi választásokon? Ugyan a helyi közösségek Szabadkán nem rendelkeznek olyan hatáskörökkel és olyan pénzügyi lehetőségekkel, mint más önkormányzatokban, de ennek ellenére elsősorban a kültelepüléseken, de hát itt a város terület, illetve hát a városban is fontos az, hogy az embereknek olyan helyi közösségi vezetőik legyenek, akik fölismerik a gondjaikat, akik hajlandóak a problémákról gondolkodni, és azoknak a megoldását előre mozdítani azáltal, hogy a városnak a vezetőit is bevonják ezeknek a gondoknak a megoldásába. Úgyhogy ezért fontos, hogy megfelelő helyi közösségi vezetők legyenek a következő 4 évben is a város területén. Annak ellenére, hogy a hatáskörök nem jelentősek, az emberek mégiscsak elsősorban a helyi közösségekbe szoktak bemenni az ügyes-bajos helyi jellegű gondjaikkal. A helyi közösség mindennek az alapja, úgyhogy ezért fontos, hogy az emberek részt vegyenek a választásokon, és hogy jó helyi közösségi vezetőket válasszanak. Közös listán indul a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség. Milyen eredményre számítanak, és miért fontos ez, hogy most először egy ilyen közös lista lett állítva? Most először, és nem is fogunk belőle gyakorlatot csinálni. Azért fontos, hogy közös a lista, mert a helyi közösségi választás egy alkalom arra, hogy 3/4 évvel a választásokat megelőzően lemérjük, hogy hol tart a városi koalíció. Az eredményeink közösek, éppen ezért nem lett volna nagy értelme, hogyha egymással szembe megyünk ezen a választásokon. Ugyanakkor szeretném leszögezni, aláhúzni, hogy az önkormányzati választásokon mindenképpen önállóan fog a Vajdasági Magyar Szövetség indulni. Most a koalíciós megállapodás értelmében 10 helyi közösségben lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek elnöke, ahogy ez az elmúlt 4 évben is volt, 12-ben pedig elnök helyettese, tehát maradéktalanul meg fogjuk tudni őrizni azokat a pozíciókat, amelyekkel rendelkeztünk az elmúlt 4 évben is. Kampányt is folytattunk az elmúlt hetekben, elkészült egy füzet, amelyben bemutattuk 15-16 helyi közösségre vonatkozóan, hogy mit valósítottunk meg az elmúlt 4 évben, illetve hogy milyen terveink vannak a következő mandátumra vonatkozóan. A mai sajtótájékoztatón 2 fontos projektről is szó esett, az egyik a Palicsi csatornahálózat kiépítése, a másik pedig a regionális depónia, ugye tesztüzemelése, illetve üzembe helyezése. Kezdjük talán akkor a Palicsi csatornahálózat kiépítésével, ez miért fontos, és mikor, hogyan valósulhat meg? Ma fog sor kerülni a szerződés aláírására a vízművek és a kivitelező között. A projektumnak az a lényege, hogy 15 km hosszú csatornahálózat fog épülni Palics település területén. Ez egyrészt azért fontos, mert az életminőséget javítja Palicson. Ezen kívül a jelenlegi 35-ről olyan 65%-osra fog emelkedni a csatornahálózattal rendelkező település rész aránya Palicson, tehát egy jelentős növekedésről van szó. És az egész város szempontjából pedig azért fontos, mert jelentős környezetvédelmi hatása van a projektumnak, ugyanis szépen lassan el fogunk jutni abba a helyzetbe, hogy ne a Palics és a Ludasi tóban landoljon a szennyvíz. Ez, ha mi azt szeretnénk, hogy kiemelt idegenforgalmi célpont legyen Szabadka, azon belül Palics, akkor azt gondolom, hogy elengedhetetlen, és a Ludasi tó ráadásul természetvédelmi területnek is minősül, tehát sok szempontból nagyon jelentős ez a projektum. A másik pedig ugye a regionális hulladék gazdálkodási Kft. Depójának az üzembe helyezése, ami gyakorlatilag 85% Európai Uniós pénzekből és 15% önkormányzati forrásokból valósult meg 6 önkormányzat ugye közreműködésével. 6 önkormányzat és Szabadka, ezen kívül pedig a köztársasági kormány is hozzájárult ennek a
a projektumnak a megvalósításához. Ugye évek óta hallhatnak a polgárok a regionális deponiáról, de sajnos mindez idáig nem jutottunk el abba a fázisba, hogy üzembe helyezhető legyen. Most ez néhány héten belül meg fog történni, augusztus folyamán, úgyhogy azt gondolom, hogy megérte várni néhány évet. 7 önkormányzatot érint, és környezetvédelmi szempontból nagyon jelentős, és olyan szempontból is, hogy az Európai Unió ennek a 24 millió eurónak a 85%-át támogatta, tehát a polgároknak a költségvetés szempontjából ez nem is került annyi pénzébe, mint amennyibe került volna, hogyha ezt önállóan öneszközökből kellett volna kiépíteni, úgyhogy remélem, hogy szépen lassan be fog üzemelődni ez a projektum, és át fognak alakulni a polgárok szokása is. Ez nem egyszerű, nem fog gyorsan menni, nem egyik napról a másikra, de szépen lassan el fognak tűnni az illegális szeméttelepek, meg fog szűnni az a helyzet, amikor a tavak medrében, meg a patakok medrében landol a hulladék, úgyhogy szerintem a város élhetősége az életminőség szempontjából egy nagyon-nagyon jelentős projektumról van szó. Itt még egyedül akkor az maradt hátra, hogy tudatosítsuk az emberekben a szelektív hulladékgyűjtésnek a jelentőségét. Igen, sokan megmosolyogják a szelektív hulladékgyűjtést, és biztos, hogy megnehezíti az embereknek a mindennapjait kezdetben, de erre nem az Európai Unió miatt van szükség, hanem azért, hogy élhetőbb, tisztább legyen a környezetünk. A tesztüzem ugye az jelenleg is már folyik, a próbaüzemmód pedig majd augusztusban kezdődik el, ez maximum egy évig tart, és a törvények értelmében onnantól majd egy év elteltével teljes erővel működhet majd a regionális depó. Ez így van, és ez azt fogja föltételezni, hogy mind a 7 önkormányzatnak jelentős összegeket kell majd elkülöníteni a regionális depónia működtetésére, de azt gondolom, hogy az összes önkormányzatnak itt a régióban ez érdeke, 250, tehát nagyjából olyan 250 000 lakosnak, polgárnak az életére fog ez kihatással lenni ebben a mi régiónkban. Köszönöm szépen a beszélgetést Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökének. A Híradó Pluszt a VMS székházából Mészáros György tudósította.